Előadásomban úgy döntöttem, hogy még nem a saját eredményeinket fogjuk megosztani, hiszen azok még annyira frissek, hogy egy részét feldolgozni sem sikerült. Ellenben szeretnék úgy általánosságban beszélni a sorköztakaró növényzet hatásáról, az ültetvények tápanyag és vízellátására. Főleg az előbbiről lesz szó. Tulajdonképpen két kicikket terveztem szemlézni, de mielőtt ennek hozzálátnék, szólok egy pár szót arról, hogy miért is fontos a takaró növényzet. Először arról szeretnék beszélni, hogy végül is mi az a fenntartható mezőgazdasági termelés, fenntartható művelés. Ugye abszolút pongyolán fogalmazva, ez egy olyan művelési mód, amelyet folyamatosan végezhetünk, a környezet károsítása nélkül, sőt, amennyiben a környezeti feltételek nem a legideálisabbak, akkor már csak magától a művelési mód által is tudjuk azt a környezeti feltételeket javítani. És hogyha ezeket a környezeti feltételeket, például a talajvédelmén keresztül a jobb tápanyag utánpótlást biztosítjuk, akkor ezek sokkal jobban garantálják a mezőgazdasági termelés folytonosságát, illetve annak a profitabilitását. Az ilyen mezőgazdasági termelés pedig jobban garantálja a gazdálkodók megélhetését, illetve az ebből keletkező agrártermékek és élelmiszerek pedig garantálják az egész társadalom jólétét. Ebből is látszik, hogy egyébként ez mennyire fontos téma. És én úgy gondolom, és nem csak én gondolom úgy, hanem egyre többen gondolják úgy, hogy nem csak évelő kultúrákban, de akár szántóföldi kultúrákban is ennek egy elengedhetetlen eleme a talajtakarás, vagy a talaj bolygatása nélkül, vagy minél kevésbé történő bolygatásával történő művelés. Fontos ez azért, mert ezeken keresztül tudjuk védeni a talajt, illetve építeni a talajt. Ezeken keresztül valamilyen szinten, főleg évelő kultúrákban biztosítani tudjuk a biodiverzitás védelmét, hiszen egy állandó takaró növényzet számos olyan élőlénynek adhat ideiglenes vagy állandó otthont, amelyek egyébként az agrártájból kiszorulnának. Ezzel számos hasznos ökológia, ökoszisztéma szolgáltatást is nyújthatnak ezekben az ültetvényekben, illetve valamilyen szinten ezzel csökkenthetőek, mérsékelhetőek az éghajlatváltozás hatásai. Egyrészt azzal, hogy a takaró növényzet megváltoztatja az ültetvények mikroklímáját, másrészt pedig azzal, hogy egy állandó növényzetet telepítünk valahova, vagy akár csak ideiglenesen is, azzal segítjük a talaj szénraktárjainak felépítését. Az első folyóirat cikk, amit szeretnék szemlézni, egy általános, a takaró növényzet talajra gyakorolt hatásait elemzi számos kultúrában, tehát szántóföldi kultúrákban is. A cikk még most van tulajdonképpen nyomtatásban, de már online elérhető. És a címe számomra egyébként megtévesztő volt. Ráharaptam, hogy na, critical review, azaz kritikusan fog bánni a takaró növényzettel kapcsolatos kutatásokra, illetve eredményekre, de az az igazság, hogy nem sok kritikát fogalmazott meg. A cikk során számba veszi, hogy milyen hatásokra számoltak be az eddigi kutatások során, például a talaj fizikai, kémiai paramétereire és biológiai vagy mikrobiológiai tulajdonságaira. A cikk szerint konszenzusosan kijelenthetjük, hogy a takaró növényzet vetésével elősegíthetjük a talajagregátumok kialakulását, javítjuk a talajszerkezetet, és ezáltal a talaj hidrológiai paramétereinek javulása is tapasztalható. Nagyon fontos továbbá megemlíteni, hogy a talaj takarással nagyon jól védekezhetünk az erózió és defláció ellen.
Nyilván ezeknek a kedvező hatásoknak az okai a telepített növényzetnek a talajfelszín takaró hatása, a gyökérhálózat, ami megtelepszik, ami áthálózza a talajt, illetve a talajfelszínre kerülő lebomló szerves anyagok, és ezeknek a tulajdonképpen élő szervezetekre gyakorolt hatása okozza. Azonban nagyon fontosnak tartotta a cikkírói nagyon fontosnak tartották kiemelni, hogy a várat pozitív hatások mértéke nem egyformán pozitív. Nagyban függenek ezek a hatások a talajtípustól és az adott terület éghajlattól. A kémiai paraméterekkel kapcsolatban azért voltak ellentmondásos eredmények. Az, ami szinte mindig pozitív hatásként, minden kutatásban pozitív hatásként, vagy legalábbis a kutatások nagy részében pozitív hatásként szerepel, az a talaj szervesanyag tartalmának megnövekedése, és a talaj nitrogén tartalmának növekedése. Értelemszerűen utóbbi akkor volt kifejezettebb, amikor a talajtakaró növényzet tartalmazott valamilyen pillangós virágú növényt. Ellentmondásos eredmények voltak azonban tapasztalhatóak a foszfor tartalommal és a szén-nitrogén arányjal kapcsolatban. Igazából én és a cikk szerzői is ezt annak tulajdonítják, hogy ezek a hatások nagyban függnek attól, hogy milyen takaró növényt vetünk. Például a szén-nitrogén arány gyakran kedvezőtlen arányban tolódhat el, hogyha folyamatosan csak egy szikű takaró növényt alkalmazunk. Bizonyos kultúrákban erre is van példa. Illetve a foszfortartalom változása, tehát a foszfortartalom pedig jelentett, nagyban függ például a talajlapú gombáknak a jelenlététől, ami pedig például, hogyha folyamatosan bolygatás alatt van egy terület, akkor sokszor nem megfelelő annak ellenére sem, hogy talajtakarást alkalmaznak. Ezen felül fontos kémiai, tulajdonképpen a talajkémiára gyakorolt fontos hatás a légköri szén és nitrogén megkötése, amely nagy területeken alkalmazva segítheti a klímavédelmet. És itt is kiemelték a cikk szerzői, hogy száraz időszakokban és éghajlaton a pozitív hatása sokkal kisebb a takaró növényzetnek. És összefoglalták a talajbiológiára gyakorolt hatásokat is. Ez alapján a talajegészség jelentősen összefügg a talajbiológiával. Tehát ugye általánosságban elmondhatjuk, hogy a talajegészség jelentősen összefügg a talajbiológiával. A talajtakarás hatása szinte mindig pozitívan hat a talaj mikrobiális biomasszájára. Viszont az alkalmazott takarónövényzet az, hogy például a diverzitásra hogyan hat, nagyban befolyásolja, tehát a mienségét, az, hogy milyen funkcionális csoportok jelennek meg benne, hogy a gombák túlsúlya jellemző-e, vagy a baktériumok, ez rendkívül változatos. És általánosságban megfigyelhető, hogy jelentős szerepe van a talajpatogének visszaszorításában a takarónövényzet használatának. Azzal, hogy a talajú területeken az ilyen talajpatogénekre veszélyes szervezetek is megtelepedhetnek, illetve például mikrobák esetében a hasznos mikrobák azok gyakran kompetitíven kiszorítják a talajpatogén mikrobákat például. Illetve a talajban élő patogén mikrobákat. És szintén egy nagyon fontos általánosságban előforduló pozitív hatás az a gyűrűs férgekre gyakorolt hatás, melyeknek a járatai jelentősen javíthatják a talajszerkezetet és a vízbeszivárgást. Ezen felül ezek a járatok számos egyéb talajlakó élőlénynek adhatnak életteret,
például ugróvillásoknak, illetve az hasonlóan apró korhadékevő szervezeteknek és ezeknek a ragadozóinak. A második cikk pedig, amit szemlézni szeretnék, az a takarónövényzet és a szervetlen nitrogéntrágyázás hosszú távú hatását elemezte szőlőültetvényekben, illetve a szőlőültetvények tápanyagkörforgására. Ez tényleg egy igazán hosszú kísérlet volt, 30 évig tartott, mely során igyekeztek választ adni arra, hogy egyrészt azt, hogy a természetes gyomflóra hatását vizsgálták, állandó takaró növényzetet tulajdonképpen neveltek természetes gyomflórából, illetve a másik részről pedig folyamatosan fenntartották a talajművelést, ami azt jelenti, hogy évente 2-3 alkalommal talajlazítóztak, tárgyáztak, és különböző dózisban pedig nitrogéntrágyázást végeztek. Ezt mindkét talajművelési típusban megtették a kísérlet során 30 éven keresztül. És ezek alapján, illetve a 30. év végére összegezték azt, hogy például a tápanyagkörforgásra milyen hatással van a talajművelésnek és a szervetlen nitrogéntrágyázásnak, és ezek alapján a talajművelés szignifikáns hatással volt a talajtápanyag tartalmára, sőt a talajművelés hatása sokkal inkább kifejezett volt, mint a szervetlen nitrogéntrágyázás hatása. Az állandó takarónövényzettel rendelkező sorközökben minden esetben szignifikánsan magasabb volt a talaj szerves anyag tartalma. Ez ebben a sorban látható. A szignifikancia, az ANOVA táblázatot nem másoltam be, mert túl sok helyet foglalt volna, és szóval technikai okok miatt nem szerepel, de remélem nem okoz ezt hatalmas nagy gondot. Szóval szignifikánsan magasabb volt a talaj szerves anyagtartalma, a teljes nitrogén tartalma, és a növények által felvehető kálium és magnézium tartalma, függetlenül attól, hogy mennyi nitrogén műtrágyát kapott. A foszfor tartalom eredményei nem voltak teljesen világosak, illetve a szénnitrogén arányban nem volt jelentős különbség. A pH pedig szinte minden esetben alacsonyabb volt egy kicsivel, de nem volt szignifikáns a különbség. A pH alacsonyabb volt egy picivel az állandó talajt akart sorközökben. A tápanyag körforgás szerves részét képezik a lebontó folyamatok is, ezeket a folyamatokat pedig teásfilter módszerrel vizsgálták, melynek során ugyebár zöld teát és rojbosz teát ásnak el a sor közökben. Az eredmények alapján az állandó takarónövényzettel fedett sor közökben szignifikánsan nagyobb volt mindkét teatípus fogyása, tehát a takaró növényzet elősegítette a lebontó folyamatok végbemenetét, és ezzel valamilyen szinten az ültetvények tápanyag körforgását is javította. Vizsgálták a mikrobiomra gyakorolt hatást is. Itt is arra a következtetésre jutottak, hogy a talajművelés hatása erősebb a szervetlen nitrogéntrágyázásénál, illetve más hatást tapasztaltak a baktériumokra és a gombákra vonatkozóan. A gombacsoportok megtelepedését nagyban elősegítette az állandó takarónövényzet, hiszen
ugye a gombahifák, hogyha folyamatos zavarás éri őket, például egy tárcsázás során előbb-utóbb feladják a harcot és elfogynak, míg a baktériumoknak úgy tűnik, hogy ez valamilyen szinten kedvezett is, hiszen ezeknek a baktériumcsoportoknak a száma nagyobb, illetve diverzitása végül is nagyobb volt, mint a nagyobb volt az állandó takaró növényzettel rendelkező sor közökben, mint a folyamatosan mechanikailag művelt sor közökben. Ennyit szerettem volna erről a cikkről mondani, és ezután szeretnék még pár szót szólni arról, hogy végül is, hogyha, tehát eleve a szőlő egyébként egy viszonylag tápanyagon van szegény talajokon is megél, de egyes esetekben szükség lehet a termelés optimalizása érdekében valamilyen tápanyag utánpótlást eszközölni. Ez akkor, hogyha ez takart sor közű ültetvényekben szeretnénk megvalósítani, akkor a klasszikus módszerek nem mindig alkalmazhatóak. Az egyik fontos dolog, amit ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, az az, hogyha tudjuk, hogy lehetnek ilyen tápanyag utánpótlásbeli problémáink, de szeretnénk takarónövényt telepíteni a sor közökbe, akkor vetés előtt érdemes egy feltöltő trágyázást végezni, hiszen a takarónövényzet újratelepítése az azért meglehetősen költséges dolog lenne. Amennyiben már megvan a takarónövényzet, akkor is vannak egyébként még módszerek, de úgy általában elmondható, hogy a takarónövényzet a tápanyagok nagy részét képes lehet megfelelő mennyiségben a szőlő rendelkezésére bocsájtani. Például, hogyha tartalmaz egy ilyen takarónövényzet pillangósokat, akkor a nitrogén tartalom az valószínűleg megfelelő lesz a talajban. A foszfort és mikrotápanyagokat elvileg a mikorhiza kapcsolatok által képes biztosítani a szőlő számára, de azt is fontos megjegyezni, hogy nagyon fontos az, hogy ez a talajépítés ez nem történik meg egyik percről a másikra. Az egyik szemlézett kutatás is ugye egy 30 éves eredményeket mutat be. Nyilván nem hiszem, hogy feltétlen 30 évet kell várni a pozitív hatások bekövetkeztéig, de az biztos, hogy nem egy-két éven belül jelentkeznek. És ha mégis szükséges, például a kálium pótlása megoldható vinasz formájában, vagy különféle lomtrágyákkal lehet mikroelemeket biztosítani, illetve léteznek különböző oltó folyadékok, amelyekkel a mikorhizáltságot lehet javítani. Az önkinek is vannak sorköztakarással kapcsolatos vizsgálatai, melyek jelenleg 6 szőlőültetvényben és 3 gyümölcsösben zajlanak. A kutatások során számos paramétert vizsgálunk, vizsgáljuk a takarónövényzet megtelepedését, a különböző hasznos szervezetek megtelepedését, különböző talajparamétereket, és magát persze a növényt, növényorvosi vizsgálat és a termés mennyiségének és minőségének vizsgálatát is, melyeknek az eredményét nagyon bízom benne, hogy majd előbb-utóbb ismerteti fogom önökkel, de most szeretném megköszönni a figyelmüket.